Július 27-én szombaton rendezik Balatonfüreden a 199. Anna Bált, illetve az ehhez kapcsolódó Anna Fesztivál programjait már 23-ától élvezheti a közönség. Jelentették be a Bálnak helyszínbiztosító megújult, immár 5 csillagos Anna Grand Hotelben. A Bálnak idén is lesz tematikája, erről dr. Bóka István polgármester beszélt. Minden évben egy kis tematikát adunk a Bálhoz. Most a 199. Anna Bál tekintetében körülbelül 100 évet fogunk visszamenni, és a 20-as, 30-as évek világát szeretnénk megidézni hangulatában, zenéjében, úgyhogy segítsék próbálkozásunkat, csináljunk megint egy nagyon-nagyon jó bált, jöjjünk el a bálba nagyon sokan, ünnepeljük meg az első bálozókat, teremtsünk nekik egy olyan estét, amire nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig fognak emlékezni. Az Anna Bálhoz szorosan kapcsolódó programokról a fesztivál igazgatója beszélt. 23-án van a Szerenádok éjszakája, ami ugye tavaly volt egy kísérletünk, és egy nagyon sikeres programelemmé vált, mert ugye nem csak a hungarikumokat és a hagyományokat ápoljuk, hanem ezt a Szerenádot is visszahoztuk a közéletbe, itt Balatonfüreden, reméljük ezzel. Várjuk ide a Szerenádok éjszakájára a balatonfüredi lakosokat, hogy megismerjék azokat a balatonfüredi 18 éves lányokat, akik elfogadták a meghívásunkat a bálra. A hagyományos programelemek között van ugye a szerdai primás gála, a Hagyományok Házával a közös szervezésben, illetve csütörtökön és pénteken az Operaháznak a programjai, és hát pénteken 6 órakor fut ki a szívhalászat hajója, ahol szintén várjuk majd a kedves füredi lakosokat is. Az is kiderült a sajtótájékoztatón, hogy idén milyen színű herendi porcelán szívek kerülnek a hölgyek nyakába. Minden évben, amikor elkezdünk gondolkodni azon, hogy az Anna Bálon a hölgyek nyakába kerülő szív milyen színű legyen, akkor mindig megkérem az ezért felelős kollégámat, hogy jöjjön le Balatonfüredre, és próbáljon egy kis inspirációt gyűjteni. És őt ebben az évben a Móló környékén és a Tagore sétány elején lévő gyönyörű rózsalugas ihlette meg, és ebből következően mi a rózsalugas fantázia nevet adtuk ennek a színnek, amely ebben az évben az Anna Báli hölgyek nyakába fog kerülni. Nagyon szép bíbor megjelenése van, van bent egy kis purpur festék is, amely aranytartalommal bír, úgyhogy úgy gondolom, hogy bár minden évben azt szoktam mondani, hogy egy nagyon különleges színű szívet kínálunk a hölgyeknek, ebben az évben valóban egy nagyon különleges, szerethető, kedves, trendi, lágy szín fog a herendi szívekre kerülni. A bár hetében ismét Füredre költözik a Magyar Állami Operaház is. 2 estén is szórakoztatják a közönséget a gyógytéren. Érkezik az Opera Füred és az Opera Gála. Jelentette be Ókovács Szilveszter, az intézmény főigazgatója, aki kiemelte, új tehetséges művészek is színpadra lépnek. Az Anna Bál estéjén 4 fogásos gála vacsorát szolgálnak fel a vendégeknek. A herendi porcelán manufaktúra utazó szervíz készlete is Füredre érkezik. Egy 120 millió forint értékű 3300 darabos készlet kerül az asztalokra. A menü idén is izgalmasnak ígérkezik. A hideg előételünk az egy kacsaduett lesz, mely áll egy házilag füstölt kacsamájterimből, amelyhez egy fűszeres medzselét adunk, illetve egy csilis mangó csatnit egy kalácsropogóssal, a másik alkotóelem pedig egy kacsamájterim lesz, illetve kacsaterim lesz, ez egy levendulás lilahagymalekvárral, illetve egy sült paprikás málnás kápiakrémmel fog a vendégek elé kerülni. A levesünk az egy erőleves lesz, nem a szokványos módon. Főalkotóelem a mangalica lesz, viszont ízvilágában gyömbérrel, citromnáddal egy különleges ízvilágot fogunk belevinni ebbe a fogásba, ami ezáltal ízeiben egy nagyon kompakt, tartalmas fogás lesz. A főételünk szintén 2 komponensű, itt a borjuszűzre, illetve a gyöngyük, melyre esett a választásunk. A borjuszűzhöz egy nagyon finom morszelmártást készítünk, ami tulajdonképpen kucsmagomba az alapja, tehát egy nagyon ízletes gomba, és ehhez egy mustárkaviárt készítünk, fekete fokhagyma lesz, tehát olyan ízfokozókkal adunk még ez az ételhez, ami tényleg egy ilyen ízorgiát okoz. A gyöngyük mellünk az pedig egy mentál zöldborsópürével fog készülni, egy pákcsójjal, illetve karamellizált bébirépákkal kerül a tányérra. A desszertünk az pedig egy fehér csokoládé szuflé lesz, erdei sommal,
illetve ropogós elemekkel különböző textúrák jelennek meg a desszertán. Ez is az ízfokozás, illetve látványvilág miatt is előnyös. A tavalyi bál első udvarhölgye is jelen volt a szerdai eseményen, aki jó tanácsokat adott az idei első bálozóknak. Én csak azt tanácsolnám az idei első bálozóknak, hogy próbálják meg minél jobban megélni a pillanatot, mert valószínűleg nem sokszor lesz még ilyen, vagy jobb esetben igen, de akkor is minden egyes alkalommal nagyon szép dolog ezt megélni. A 199. Anna Bára 15 füredi első bálozó hölgy fogadta el a város meghívását. A bált követő délelőttön, a hagyományos sétakocsikázáson a nagy közönség is megismerheti majd a bál szépét és két udvarhölgyét.